Hello mindenkinek! A mai videóban szeretném folytatni a régebbi ékszer kollekciós videómat. Aki szeretné megnézni, hogy milyen ékszereim vannak, az tartson velem. Legelsőnek a két kedvenc fülbevalómat szeretném megmutatni, ezeket a kicsiket. Ezeket már korábban láthattátok az egyik sminkes videómban használtam, most nem pontosan emlékszem egyben, de már biztosan láttátok. Úgyhogy ezek csak ilyen kicsik, de nagyon elegánsak és mutatósak is. Ez a másik két ilyen fülbevalóm, ami hasonlóan ilyen kisebb. Úgyhogy ezek is nagyon jól néznek ki. Most elsőre csak fülbevalókat mutatok, és akkor utána a nyakláncokat. Nem volt még sárga fülbevalóm, úgyhogy beszereztem ilyen sárga fülbevalót. Ez a fülbevaló szintén új, és nemrég láthattátok a füstös macskás szemű smink videómban. Abban vettem fel ahhoz a leopárd mintás ruhához, úgyhogy ezek is nagyon szépek. Ezeket a gyönyörű fülbevalókat pedig az egyik barátnőm hozta Dublinból, amikor hazajött. Ezek is nagyon szépek. Már ezeket is használtam videóban egyébként. Ezt is láttátok videóban. Ezek is újak. Ezek a fülbevalók pedig egyszerűen gyönyörűek, és ezeket is láttátok már videóban egyébként. Imádom. És ami ehhez a fülbevalóhoz hasonlít, ilyen jó színes és madaras, az ez a karkötő. Sajnos csak így függőlegesen tudom nektek megmutatni. Úgyhogy ilyen. Nagyon-nagyon szép és mutatós. Nyakláncból mindig vágytam egy ilyenre, amiben kicsi kristályok vannak, vagy csak kis strasszkövek. Úgyhogy egy ilyet is beszereztem, vettem, és akkor így benne vannak a kis kristályok. Ha már nyaklánc, akkor ezt is láttátok az egyik videóban, amikor a ciklámen felső volt rajta. Van még egy ilyen nyaklánc, ez egy kicsit olyan egyiptomi hatású, pont ebből a célból vettem, mert majd szeretnék nektek készíteni Kleopátra sminket. Mondjuk egy Halloween témához. Valamint egy ilyen nyakláncot is vettem. Ilyen zöld kövek vannak benne, krémszínű, és itt pedig feketék. Aztán elegánsabb szetteket vásároltam még. Nem volt elegáns zöld fülbevalóm nyaklánca, úgyhogy nem vettem ki még őket a dobozból, úgyhogy így mutatom nektek, de szerintem így szépen látszik. Nem tudom, hogy mennyire látjátok őket. Aztán ugyanígy fülbevaló nyaklánc szett, nem volt nekem még lila, úgyhogy ezeket vettem. Ezek is nagyon szépek. Kicsit lehet, hogy a kamera úgy mutatja, mintha fekete lenne, de egyébként lila. Ami szintén elegáns kategória, és nekem nem volt ilyen gyöngyös, az ez a két gyöngy fülbevaló, valamint a nyaklánc. És ezek nagyon szépek, mert ezek már óaranyból vannak. És most nagyon, egyrészt divatban van, másrészt pedig nekem nagyon tetszik ez a bronzos arany tónus. És egyébként hasonló arany színűek az ecseteim is. Tehát pont azért rendeltem ilyet. Ez a szín nekem most nagyon tetszik. És akkor ugyanilyen óaranyból van. Ez a gyönyörű piros fülbevaló, valamint nyaklánc hozzá. Nagyon kis, finom és elegáns, tehát nem túl sok. És ezek a három kő pedig ilyen kis szívecskét formáznak meg végül is, tehát romantikus is,
és elegáns is. Mert egyébként nekem van piros fülbevalóm, de azért ez nem egy elegánsabb fülbevaló. Tehát ez is nagyon jó, de ha nagyon elegáns, például egy esküvőn vagy meghívott, vagy bármi hasonló, akkor azért inkább egy ilyet. Hát remélem tetszett nektek ez a rövid kis ékszer kollekciós videóm. Ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, valamint írjátok meg a véleményeiteket is, és kövessetek Facebookon. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!